Az a mesterem, akit én végül is annak tartok, Martin Ferenc, nem a tárgy felől közelített, hanem a vizuális viszonyrendszer felől közelített a tárgyakhoz. Na most ez számomra egy alapvető tanulság volt, ami a későbbiekben az én egész pedagógiai tevékenységemet is meghatározta. A táblakép elsősorban arra jó minden festő számára, hogy önmaga és a világ viszonyát újra és újra rendezze. Megpróbáltam a művészet történeti törekvéseket, a kubizmus, stb. Ezeket megpróbáltam figyelmen kívül hagyni, mert nem azt akartam, hogy meglévő stílusirányzatokhoz kapcsoljam magam, hanem hogy én magam jöjjek rá arra, hogy hogyan lehet a dolgok felszíne mögé látni. És közben Mára Máriával találkoztam, ő pedig odaadta a Lendvai Ernő Bartók dramaturgiája című könyvet, amiben az egyik fejezet az aranymetszéssel foglalkozott. Itt kezdett bennem kialakulni az, hogy a kör és a négyzet az egy összetartozó olyan formapár, ami a forma karakterrel is, és a működés karakterrel is összefüggésben van. A kör az a női tulajdonságoknak, az éginek és az érzelminek a sűrített formája, a négyzet pedig a férfi jellegű, a racionális és a földi dolgoknak. Ha ezt a kettőt össze tudjuk rakni, akkor az emberi problémákat bele tudjuk sűríteni ebbe, illetőleg ebből ki is tudjuk bontani. Természet, a rend és az erre épülő variációk. És itt van a kiindulás alapja. Általában az élőlények, tehát ez csak jelzésképpen mutatja azt, hogy a természetből való kiindulásról van szó. Ebből aztán eljutunk a négyzet és a kör kapcsolatig. Itt néhány egyszerű művelet, hogy a négyzet-kör kapcsolatból hogyan lehet eljutni különféle elemekig, amelyeknél nem a szín probléma a döntő, hanem a forma probléma, és hogyan lehet olyan formákat létrehozni, amelyekből nagyon sokféle összeállítás hozható létre. Itt van tulajdonképpen ez a szerkesztés. Itt van tulajdonképpen letéve az egész rendszernek a logikája, ami mutatja azt a fajta műveleti folyamatot, amelyikre ráépülhet az egész többi. De ebből indult ki. Ennek én szimbolikus értelmet adok, mert ha a gyökérnél kezet tudunk fogni egymással, akkor a felszínen különbözők leszünk, és ezek a különbözők egymást ki fogják egészíteni. Ez kellene társadalmi értelemben létrehozni. Hogyan nyílik ki a világ? Ugyanazokra az alapelemekre építve. Itt is, ugye, ez a kép itt van a falon. Mindegyik egy kicsit más. Tele van improvizatív lehetőséggel. Ez mind ugyanarra vezethető vissza. Itt valamit úgy érzem, megértettem a természet belső működési rendjéből, és én azt mondom, hogy ez az elvonnak tűnő festészet, ez tulajdonképpen a természeti alakulás módokkal analóg folyamatot jelent. Tehát nem a természet utánzása, hanem a természetnek megfelelő alakító folyamat. Itt is elindul két forma karakterből, a négyzetkörből, és erre ráépül egy olyan vizuális társadalom, ami ugyan nem embert ábrázol, de emberi problémákkal foglalkozik. Egy Kassák versidézetet tudok mondani. Én a valóság elemeiből új valóság egészet alkotok neked és őneki, vagyis mindenkinek.